Békesség Istentől, Szövérfi Mihály vagyok, a Mezőcsávási Református Egyházközség lelkipásztora. Én pedig Szövérfi Erika. És szeretettel köszöntjük az Erdély TV nézőit, és mindazokat, akik születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. Köszönjük a felkérést Gálnő Évinek, hogy a házasság hete alkalmából minket kért meg, hogy fogalmazzuk meg, hogy mit jelent számunkra a házasság, és hogy beszéljünk egy kicsit a mi házasságunkról. Mi 7 éve vagyunk házasok, és 2 kislányunk van, egy 3 éves és egy majdnem 10 hónapos. Még annyira idősek nem vagyunk, de az életünknek már több, mint a felét együtt töltöttük el. Egész kicsi gyerekkorunktól ismerjük egymást, és a kapcsolatunk egy barátsággal indult, de már egészen korán egy párt alkottunk. Én még nem is voltam egészen 15 éves, de úgy nagyjából 15 éves korunk óta tart ez a kapcsolat. Nyilván gyerekszerelem volt, de mi szinte a legelejétől éreztük, hogy egyszer házastársak leszünk. Hát erre 10 évet kellett várni, de végül is megvalósult. És talán pont azért, mert ilyen fiatal voltam, én soha nem tudtam elképzelni az életemet másképp, mint feleségként és édesanyaként. Más lehetőség soha fel sem merült bennem a jövőmet illetően. Persze szakma választás, hivatás választás terén voltak elképzeléseim, de a házasság az mindig az első helyen szerepel. És én is hiszem, hogy nem véletlen, hogy egymásra találtunk, hiszen megtaláltam benne a segítő társat. És azt a szemét, akivel vártam, hogy házasságot köthessünk. És mivel ez volt a felkérés, hogy mondjuk el, hogy mit jelent számunkra a házasság, ezért erre a kérdésre én egy élethelyzettel szeretnék válaszolni. Mi nagyon szeretjük a tavaszt, mert ilyenkor tavasszal a parókiánk udvarát szeretjük feldíszíteni virágokkal. És a megvásárolt virágokat, azokat ugye ki kell ültetni a kaspóból, mert a virágnak szüksége van növekedési területre, helyre, hogy fejlődni tudjon és virágozni tudjon. És én hiszem, hogy ugyanígy a szeretetnek, az örömnek, a gyönyörnek, a boldogságnak, az életnek ugyanígy helyre van szüksége, és ez a hely, ahol kibontakozhat, az nem más, mint a házasság. Hiszen maga az Isten rendelte így, a kezdettől fogva, hogy a férfi és a nőnek a szövetsége, a házasság, az a hely legyen, ahol az ember igazán átélheti az Isten által kapott örömöket, áldásokat. Ugye így kezdődik, Szentírás első lapján már olvassuk a férfi és a nő kapcsolata, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten férfivá és nővé teremtette őket, és elhangzik egy hangsúlyos üzenet, hogy azután megáldotta őket. Tehát a férfi és a nő kapcsolata, a házasság, hiszem, az a hely, ahol Isten áldása megtapasztalható. Hiszen a Teremtő így alkotta meg a világunkat. És ezért a házastársi kapcsolatot is nekünk ajándékozta, hogy ott mindez kibontakozzék. Én is hasonlóképpen gondoltam a házasságra. Én a magam számára úgy fogalmaztam meg, hogy olyan a házasság, mint egy sziget. Nyilvánvalóan az alatt az idő alatt, amit együtt töltöttünk az életünk folyamán, volt részünk csalódásokban és megpróbáltatásokban, különféle nehézségekben, de a házasság a számomra mindig egy olyan biztos pont volt az életben, az életünkben, szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, ahová el tudtunk vonulni bármilyen külső probléma ért minket. Sok mindent szerettünk volna, hogyha másképp történik az életünkben, mint ahogy végül is történt, de szerintem egyikünkben sem kérdőjeleződött meg soha, hogy ezeket a harcokat nem együtt kell megvívjuk. Igen, ehhez kapcsolódva eszembe jut egy gondolat, amelyet a házasságkötésre készülve olvastam, hogy a házasság az nem a Kánaán, ahol minden tökéletes, hanem a házasság nem más, mint a pusztai vándorlás, együtthaladás a társal az ígéret földje felé. Pusztai vándorlás alatt sokféle kihívás és nehézség és fájdalom éri az ember, és lehet a házasság, a kapcsolat így a nehézségeknek, a sebesüléseknek, a fájdalmaknak a helye is, mert bizony előfordul, hogy olykor pusztába érezzük magunkat, és akaratlanul is bántjuk egymást.
Persze, ez benne van a mindennapok kihívásaiban, hogy megbántjuk egymást, de ha a házasságunk biztos alapon van, akkor könnyebb elhordozni egymást, egymás nehézségeit, könnyebb a nézeteltéréseket is megoldani, ha nem csak a magunk erejére támaszkodunk, hanem az Isten bölcsességére és vezetésére, és őt is segítségül hívjuk ezeknek a problémáknak a megoldásában. Hiszen Isten, amikor az embert eltervezte, és később a Galatákhoz írt levélben is a Szentírás azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így teljesítitek be az Isten törvényét. És én hiszem, hogy mi ennek fényében igyekszünk élni a magánéletünket is, és a közös szolgálatot is egyaránt így éljük meg ennek tudatában. Hát én teljes mértékben ugyanígy gondolom, érzem és élem, mint a feleségem, mert az Isten jelenlétében lehet tájékozódni. Ő fel is tűzoszlopként vonult, hogy kapcsolódjak az előző képhez a pusztában, és mi is az ő vezetésében bízva élhetünk és támogathatjuk egymást, nevelhetjük a gyermekeinket, és számomra ez a legjobb a házasságban, hogy nem egyedül utazok az úti célom felé, hanem Isten vezetése alatt, azzal a társal, akit ajándékba kaptam tőle. És ez a boldogságom, hogy egy irányba, egy célba tartunk együtt, és közben együtt éljük át az örömöket, a nehézségeket is, de az Isten jelenlétében. Igen, ezért is mondtam azt, hogy számomra olyan a házasság, mint egy sziget, mert ha érik is viharok, akár belülről, akár kívülről, hogyha érik is viharok a házasságot, akkor ez mindig egy olyan hely, ahová vissza tudunk vonulni, és hogyha az ajtót becsukjuk magunk után, és az ajtón belül minden rendben van, akkor bármilyen nehézségen könnyebben tovább tudunk lendülni. Igen, és fontosnak tartom azt is, hogy odafigyeljünk a házasságunkra. Ugye az idei házasság hetének az alapgondolata az, hogy állandó megújulásban, és fontosnak tartom, hogy megújuljunk az egymás iránti figyelemben, odaadásban, és az egymás iránti szeretetünkben, hogy a házasság az éljen. És ha már a virágokról beszéltem, akkor eszembe jut, hogy még a virágöntözés is tanított engem arra, hogy odafigyeljek a házasságomra. A feleségem tanárnőként dolgozik, és azért reggel korán elment, és nyári időben így az én feladatom volt, hogy még hajnalban a hűvösen megöntözzem a virágokat. És előfordult az, hogy elfelejtettem, vagy épp nem volt kedvem. Vagy hogyha volt kedvem, akkor gyorsan elvégeztem ezt a munkát egy-kettőre, és nem adtam időt, hogy a virág magába szívja a vizet, lefolyt róla, lecsurgott, még a járdát is összekente. És higgyétek el, ez meg is látszott a virágokon. A feleségem is észrevette, hogy én hogy öntözöm a virágokat. És hiszem, hogy az Isten megtanít még a virágöntözésen keresztül is arra, hogy szálljak időt. Szálljak időt arra, aki fontos. Ne hanyagoljam el, ne kapkodjam el a vele való életet. És nem mindig könnyű nekünk, és két gyerekünk van. Luca lányom 3 éves, ő óvodában van, és Emma 10 hónapos, aki nagyon sokat izeg, mozog. Sok gondoskodást, figyelmet igényelnek a gyermekek. És azért kijelöltünk magunknak egy időt, amikor együtt lehetünk, ez esténként szokott történni, miután lefektetjük mindkét gyerekünket, igyekszünk beszélgetni, együtt lenni, ha elmaradt az igeolvasás, akkor igét olvasni, filmet nézni, egy szóval időt szánni egymásra. Mert fontos, hogy vigyázzunk a házasságainkra, a családunkra, mert ez az alapstruktúrája minden emberi közösségnek. És hiszem, hogy a házasság az bár az áldás helye, de sokszor a sérülés helyévé is válik, de hogyha akarunk meggyógyulni, ha vállaljuk a küzdelmet a másikért, magunkért, a gyermekünkért, akkor részünk lehet a házasságban a gyógyulásra is. És érdemes vállalni az ima küzdelmet, érdemes vállalni a jó cselekvést, érdemes vállalni a szeretet gyakorlását, a megbocsátást, mert a házasságban nem csak áldás van, hanem ott van a sérülési esély is, de örömteli, hogy megvan a gyógyulásnak a lehetősége, és ez áldás. És így kívánunk minden kedves
Erdélyi TV-t nézőnek, minden házasságban élő testvérünknek Istentől megáldott házas életet, tapasztalják Isten áldását, és hogyha megsérültek, akkor házasságban gyógyuljanak meg egymás örömére és családjuk javára. Viszontlátásra!